Üdvözlet mindenkinek 2022. november 15-én a pénzcentrum.hu arról ír, hogy 6 égető gond a nyugdíjrendszerrel, milliói magyar életére lesz kihatása, ha nem lesz változás. Ez az infobaba.hu weboldal. Köszöntök mindenkit, arra kérek benneteket, hogy amennyiben hasznosnak találjátok a munkánkat és értékesnek, támogassátok azt, illetve osszátok meg a videóinkat és lájkoljátok azokat a közösségi oldalakon, Ezúttal megnézzük, hogy hogyan fog alakulni a nyugdíjrendszer a jövőben, mi lesz a lakáshitelekkel és a gazdaság sorsa a közeljövőben, ami szerintem egyáltalán nem rózsás. Több gond is akad a magyar nyugdíjrendszerrel, Farkas András nyugdíjguru szerint. Az egyik az, hogy bonyolult számítás szükséges a nyugdíj kiszámításához, és ez átláthatatlan ez a rendszer, többiek pedig Arról beszélnek a többi szakértő, hogy akár 80%-os eltérést is okozhat, ha valaki hasonló karrierív után 5-6 évvel ezelőtt igényelte, vagy mostanában igényli a nyugdíját. Az első 20 év szolgálati idő majdnem kétszer annyit ér, mint a második 20 évben eltöltött szolgálati idő. Ahogy én látom, a nyugdíjrendszer, a TB ezek csak azt célt szolgálják az adók, hogy a népet korrában lehessen tartani, ugyanis minél több pénzt szedel az állam az emberektől, annál nehezebb az életét, mindenkinek a saját életét navigálni, hiszen kisebb a keret, ami rendelkezésre áll. Ez az egyetlen célt szolgálja, meg persze költhetik el magukra, meg amire csak akarják. Mostanában már nyilván nincs erre szükség, hisz a központi bankok meg ezek a fiktív intézmények, mint a világbank, adják a nem létező pénzt az országoknak digitálisan, amit mi költhetünk el, meg költöttük is el. Az elmúlt évtizedekben azért jutottunk el ide, ahova eljutott. Valós teljesítmény nagyon ritkán állt ez mögött a fejlődés mögött, nem csak Magyarországon, de a világon bárhol is. Ezek a rendszerek ezért jöttek létre. Minél több címen tud az állam az emberektől elrabolni összegeket, annál jobb, hiszen annál nehezebb az ember sorsa, nagyobb a küzdködés, a stressz, és kevésbé tud figyelni arra, hogy megváltoztassa azt, vagy elégedetlenkedjen, hisz nincsen ideje, meg kapacitása arra. Valójában azt mondják, hogy senki nem látja előre az élete során, hogy hogyan nő a nyugdíja, hogyan épülnek a jogosultságai, mennyi járulékot érdemes fizetnie. Olyan bonyolult számítássorozat szükséges a nyugdíj kiszámításához, amit földi halandó nem fog fel. Következő gond az, hogy az igénylés időpontjától függ a nyugdíj összeg, hiszen a jelenlegi nyugdíjrendszer legnagyobb méltánytalansága, ami meglepően kevés nyugdíjas háborít fel abból ered, hogy hasonló életpályák, hasonló szolgálati időtartamok, hasonló keresetek mellett is drámai mértékben eltérő összegű nyugdíjakat állapíthatnak meg attól függően, hogy melyik évben igényelte a jogosult a nyugdíját. Ez az eltérés akár 80 os is lehet. Legjobban az jár, aki a minimális pénzt fekteti ebbe a, ezekbe a rabló dolgokban, mint a nyugdíj, meg a TB, és igyekszik magának megteremteni egy olyan környezetet, illetve tartalékot, legyen az bármi nemű is, ami aztán kiszolgálja őt azokban az években, mikor nem tud dolgozni. De szerintem a megoldás egyértelműen a közösségek létrehozása lenne. És ezt az állam is tudja, de nem az állam, a világ, úgy értem, az a szervezet, ami a világ, amit egy ilyen fenevadhoz lehetne hasonlítani, mint ahogyan azt a Biblia teszi. Ezért is szigeteli az embereket el egymástól. Hogyha lennének közösségek, de sem mindegy lenne, hogy kinek mennyi a nyugdíja. Mindenki csak segíteni a másikat, összedolgoznának, és az életük végéig élhetnének. De ugyanez a helyzet a családdal. Persze, hogy szükség van nyugdíjra, hiszen, ahogy elmondtam már korábban is, egy gyerekem egy iskolába semmi haszna egész életében, utána most már számítógépezik valahol valamelyik szobában, még 30 éves nem lesz, meg se nősül, nem csinál semmi hasznot otthon, szóval egy nagy kiadás. Míg régen ez egyáltalán nem így volt, hanem volt haszna a gyerekemnek. Értem annak, hogy az emberek gyerekeket szültek, hiszen a, a gazdaságokban tudott tevékenykedni. Minél több gyereke volt az emberek, annál gazdagabb lehetett, hiszen annál több munkaerő volt. De most már ez se lehet, hiszen nem lehet őket dolgozhatni, meg fegyelmezni, meg semmit csinálni, nehogy valami baja legyen. Na most az lett a baja, hogy semmire se jó, mire felnő. De nem tudom, hogy ez miért nem tűnik fel senkinek. Se fegyelmezni nem lehet, se nem dolgozik, az iskolában nem csinál semmit, csak piros pontot kap, akármit is csinál, meg első helyezett lesz, hogyha utolsó lesz, akkor is. Így szükség van valakire, aki az embert ellátja, ha beteg, hogyha öreg, hogyha nem tud dolgozni, és ez a valaki, az állam, mindenki csak tartja a markát, megy az államhoz, hogy segítsen, segítsen, lázadozik, amikor épp úgy van, de hogyha baj van, mindenki csak behúzza a farkát, a szalad vissza az államhoz. Most akit érdekel a nyugdíjrendszer, szerintem érdemes átolvasni, ezt mert elmondják, hogy hogyan is számítják ki a százalékok alapján, melyik év mennyit ér, nyugdíjemelés, egyenes út az elszegényedéshez, de menjünk tovább egy másik érdekes témához, ami nem más, mint ugye ez a lakáshitel, meg ezek a különféle hitelek, amiket az emberek felvesznek, és aztán költenek el, mint hogyha nem lenne holnap ez a Forbes.hu lakáshitel. Óriási pofon lesz, a kamatstopp vége, ekkorára nőnek a törlesztők. November 10-ei, ez az írás, cudar idők várnak a lakáshitelesekre, amit beköszönt a piaci realitás. Lesznek családok, ahol akár 100 ezer forint meg a havi törlesztő, példákon keresztül mutatjuk meg, mire lehet számítani a kamat stop végével. Úgy tűnik, hogy az október 27-e, ez 2021. október 27-e referencia kamat lábhoz igazítja a törlesztőket a kormány a kamat stop hatájának idejére, ami június 30-ig védi a hiteleseket. Hogy utána mi lesz, azt nem tudom. De sok jóra nem hiszem, hogy lehet számítani. Szakértők szerint 10 milliós fennálló tartozásnak akár 100 ezer forinttal is megugorhat a havi részlet, és nagy lehet a baj akkor, ha a mostani megtakarításokat ingyen juttatásnak véve szórjuk a pénzt. Én már hányszor elmondtam, hogy ezt nem lehet csak úgy felvenni ezeket a hiteleket, és akkor azt gondolni, hogy majd én mindig lesz ez a munkahelyem, és 30 év múlva visszafizetem. Az emberek a jó létre költik el a pénzt, nem a szükségleteikre. Finanszíroz a többség magának egy életszínvonalat, amit nem engedhet meg magának, és aztán most eljön majd az elszámolásnak az ideje. A mostani megtakarításokat ingyen jutatásnak véve szórjuk a pénzt hiszen pár hónap múlva jelentős terhelések fogják érni a családi kasszát, és mindenki majd akkor elszámol a hibás döntéseivel. Egy átlagos hitel törlesztője 63%-kal növekedhet. 63%-kal növekedhet, ha véget ér a kamatstopp. Itt van egy példa, hogyha valakit érdekel, majd ezt megnézem, és nem akarok belemenni a számokba, nagyjából 3 millió forint 8 évre, 3,5%-os kamattal és 22.500 forint lesz az extra, amit figyel, fizetnie kell a kamatstop után. Most pedig 24 000 et nyer, ugye, hogy nincsen. A referencia kamatláb közel másfél éve erőteljesen realizik. Tavaly október 2,2%-os volt, amit figyelembe vesz a kamatstop, helyett idén, október végén 167 Ez emeli meg a példa 38.000 forintos 63.000-re. 196, ez majdnem 200 takarít meg egy mint a háztartás a kamatstop végéig, mostantól. Hogyha nem lenne ez, akkor már 20%-os lélekteni határt is átlépni egy átlagos jelzálog hitel. Elhanyagolható az érdeklődés a hitelek irány, nyilván hiszen már nem éri meg vége az álomnak, mindenkinek fel kell ébrednie. 280 ezer embert érinthet ez a probléma, hogyha véget ér a kamatstop és megemelkednek a törlesztők. Ez ugye átlagos jelzáloghitelek hitelek esetében. Van azonban a jelzáloghiteleknek hiteleknek egy része, a Nemzeti Bank szerint a változó kamatozású jelzálók hitelszerződéseknek a negyede, azaz 83 ezer szerződés, ahol majd, hogy nem csak ennyivel emelkedik, 82.700 forinttal emelkedik majd meg a törlesztő része, duplája lesz a törlesztő. Ezzel kifiléznek mindenkit, akinek törlesztő részlete van meg mindenféle hiteleket vett föl, és aztán azt elköltötte el a hülyeségre. Ahogy mondtam, eljön az idő, amikor kénytelen lesz mindenki majd eldönteni, hogy hajlandó vállalni a következményeit, egy az egybe szembenézni azzal, hogy ezeknek a hibás döntéseknek mi a következménye, és kiköltözik a lakásából, ott az autót, megy az utcára, vagy az anyjához, vagy ahova akar, vagy pedig azt mondja majd az államnak, hogy jó, oké, hajlandó vagyok én vállalni mindent, csak ne kelljen elköltöznöm, és a többség szerintem nem vitás, hogy ebbe a kategóriába fog beleesni. Egyelőre a bank lenyeli, hiszen most 86 ezer forinttal lenne több a törlesztő, szóval már most ez így lenne, érthető? Most jelenleg egy ilyen átmeneti világban élünk, ahol a következményekkel nem kell számolni. Már most mindenkinek szakadásig azon kéne lenni, hogy megszabaduljon ezektől a törlesztőktől, mert egy fél év múlva, ha megszüntetik a kamaslopot, duplája lesz a részlet minden hónapban. Már most is az lenne, csak lássa mindenki, hogy már most is ez lenne, de ezt még most a bankok nyelik le. Persze nekik mindegy, ugyanis nekik sose volt ez a pénzük, nekik minden csak egy nyereség. De ennek vége lesz. Mindenképpen szem előtt kell tartani, írják, az ügyfeleknek, hogy ez jövőre változni fog. A kamatstop miatt sokan azt hihetik, hogy a hitelük fix kamatozású pedig nem az. Jövőre ez mindenképpen változni fog. Sokan azt hihetik. Hát úgy hiheti, azt tudnia kell, hogy nem az, nem, hogy ez fix kamatozású. Miközben nem. Azt a pénzt, amit most megtakarítanak, a kisebb törlesztők mellett, most mondtam el, tényleg érdemes megtakarításként, nem pedig szabadon elkölthető ajándékként kezelni, mert különben jövő júniusban óriási pofon érkezhet a piacról. Megdöbbentő. Van, aki föl, tiz, most 10 millió forintot fölvesz, és 17 éves hátra levő futamidőre vette föl. Hát ki az, aki képes eldönteni, hogy mostantól kezdve 17 év múlva én még mindig fizetni fogom ezt a tartozást. Na ezek az emberek 75 ezer forintot fizetnek a kamat stop mellett, azonban ez meg fog nőni 174 ezerre, hogyha vége lesz. Itt van egy grafikon erről. De ez csak a felelőtlenségnek köszönhető semmi másnak, annak, hogy költökezek, és persze mindenki csinálja ezt, de legalább nem megy bele abba, hogy 20-30 évre felvesz ilyen változó, kamatozású törlesztőket, meg, hiteleket, meg mit tudom én miket, és. nem és gondolkodik egyszerűen az ember. Csak azt hiszi, hogy minden úgy marad, mint amilyen most. Pedig ez nem így van, és most mondták el, és ez a force.20, ha szóval nem is van összeesküvés elmélet hívő infobából. De ha már itt tartunk vagy kérlek mindenkit arra, hogy osszátok meg a videóinkat, amennyiben hasznosnak és értékesnek találjátok, lájkoljátok azokat a közösségi oldalakon, illetve támogassátok munkánkat, ami egy nagy segítség, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették. Legyen elég ennyi mostanra, és ezzel lezárom ezt a videót, én nem bántani szerettem, volna senkit, aki felveszi ezeket a hiteleket, csak segíteni, hogy nincsen semmi ingyen, sose volt ingyen, nem is lesz ingyen semmi, semmi sincs ingyen. De tényleg az égvilágon semmi nincs ingyen minden egy tranzakciónak a része. És az a baj, hogy az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy ingyen kapnak rengeteg dolgot. Mint ahogy az volt ezzel a csatornával is. Hozzászoktatják az embereket ahhoz, hogy ingyen van minden, ezért nem becsülnek meg semmit, és csak érik az életüket, senki mással, csak magukkal foglalkoznak. De ez az idő lejárt, és amint láthatjuk, eljött az elszámolásnak az ideje. És hamarosan mindenki, aki ezt ebbe az életformába belépett, ezekbe a hitelekbe, az súlyos-súlyos árat fog ezért fizetni szó szerint. Aminek én nem örülök egyáltalán, nem csak szeretnék figyelmeztetni mindenkit arra, hogy készüljön fel erre az időre, már most szabaduljon meg a hitelétől, fizesse ki, kerül, amibe kerül, csak szálljon ki belőle, mert olyan helyzetbe fog jutni, amikor nem lesz választása, csak kettő. Vagy megy az utcára, meg a dolgára, vagy a táborban, vagy a stadionba, vagy alkalmazkodik ahhoz, amit az állam ajánl. És szerintem az egyáltalán nem jó, ha ezekhez az emberekhez kell Alkalmazkodnunk meg az ő döntéseiket, elfogadni. Szóval mindenkinek a legjobbakat köszönöm a figyelmet, halleluja, és hamarosan folytatjuk.